Szép számmal gyűltek össze a szekszárdi civil szervezetek képviselői a városvezetés által szervezett workshopon. Az összejövetett célja az volt, hogy a szervezetek képviselői kifejtessék elképzeléseiket és igényeiket arról, hogy milyen városban szeretnének élni és tevékenykedni 2030-ra. Gyurkovics János alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt, ahol elmondta, hogy a fejlesztésekre egy Európai Uniós pályázat ad lehetőséget. A 2021-27-es Európa Unió ciklus top pluszos forrásai fedezetet biztosítanak a fenntartható városfejlesztésre, és gyakorlatilag hát ez a 2021-27-es költségvetésből finanszírozható. 2014 és 20 között már megvalósult egy projekt, és annak a tapasztalatait figyelembe véve, számba véve a 2022-től vagy 21-től 27-ig terjedő időszakra már a megfelelő tapasztalatok, hibák, előnyök, hátrányok már megvannak. Azoknak számbavételével természetesen még jobb, nagyobb lehetőséget tudunk biztosítani, és lényeg a dolognak, hogy megszólítunk civil szervezeteket, városlakókat, városi cégeket, hogy minél többen vegyenek részt, minél szélesebb körből jöjjenek az ötletek, javaslatok, hogy milyen városba szeretnének ezután a későbbiek során élni a szekszárdi emberek. Interaktív beszélgetés formájában várták a szervezők a felszólalókat és a javaslatokat. A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület elnöke a kerékpárutak bővítését és fejlesztését javasolta, biztonságosabb körülményeket kért a biciklivel közlekedők számára. A Nagycsaládosok Egyesületének képviselője több zöld területet szeretne látni a városban, fák ültetésére buzdítja a lakosságot. Baltavári István, a Szekszárdi Hulladékkommandó elnöke és a Szekszárdi Sétapálca civil kör megalapítója több figyelmet szentelne a műemlék jellegű épületek karbantartására, és ebben a fiatalabb generáció segítségét kéri. Mi 15 évvel ezelőtt elkezdtünk egy nagyon komoly munkát, az alsóvárosban a szakrális objektumokat nagyon szépen rendbe tettük, a temetőben lévő kápolna melletti romkeresztből csináltunk egy nagyon szép keresztet, aztán a pincéket, az átvedeles pincéket minden évben kétszer lemeszeljük, egyszer ugye húsvétra, egyszer pedig a búcsúra, mint ahogy a nagyapáink szokták, és ezzel nagyon szépen öreg pincéket csináltunk belőlük, nem pedig egy romhalmaz vagy romos pincét. Aztán egy nagyon szép apszis van, egy kis kápolna a templom, a temető falába, azt is nagyon benőtte a gaz, rendbe tettük, kijavítottuk, és egy gyönyörű csodát csináltunk belőle. Egy baj van velünk, hogy öregszünk, mert én is már 71 éven vagyok, és létrázni meg ilyesmi nem nagyon, tehát egy kis segélykiáltás az, ami lenne részünkről, hogy valaki átvehetné ezeket a stafétabotot, és ugyanúgy, mint ahogy mi, még mi nagyon sok okosságot mondanánk nekik, meg bizonyos segítséget is meg tudnánk adni, de a lényeg az, hogy valaki a terhünkről is, meg a fizikális tevékenységben segítene egy fiatal. Ez ügyben hajtunk. A másik kardinális kérdés a városban fellehető eldobott szemét, aminek a felszámolásával kapcsolatban is volt javaslat a Baltavár Istvánnak. Én azt szeretném, hogyha egy 5-10 év múlva a városban a szekszárdi sétapálca sétálna. Nagyon sokat sétálna, egy kisbabát toló kismama kiskocsija mellett ott lógna, ő is két darab szemetet összeszedne, de a kutya sétáltatók, majdnem mást mondtam, ők is vinnék magukkal ezt a botot, és ők is 5-10 darab szemetet összeszednének a mellett, hogy sétáltatják a kutyuskájukat, vagy éppen frakba fölöltözne a város vezetéseit, és itt a főtéren ezzel a pálcával szemetet vagy hulladékot szednénk, és beleívódna a társadalomba egy kicsit jobban ez a város tisztaságáért való aggódás, vagy rendszeretet. Ha majdnem minden háznál lenne egy ilyen szekszárdi sétapálca, és amikor a papa vagy mama elindul, akkor vinni az unokáját, vinni az iskolás unokáját, vagy fiát, gyerekét, és együtt csinálnak, együtt próbálnak felszúrni azt a papír zsebkendőt, amit nagyon komoly dolog, a 5-6 rétegben van, alig lehet felszúrni. Tehát egy komoly meló összeszedni azt, amit néhányan
elmebeteg módra eldobálnak szanaszét. Azt hiszik az emberek, hogy a papír zsebkendő eldobó zsebkendő. Ez nem eldobó zsebkendő. Az Iberikán Tánc Egyesület elnöke Hacsa Mónika több teret adna a kulturális eseményeknek. A kulturális életet azt azért egy kicsit fellendíteném, ugyanis most már jó pár éve semmi lehetőség nincs ugye nekünk egyáltalán művészeti csoportoknak bármire is. Egy az, hogy bemutatkozni, ahhoz a rendezvények most már elég kevesek a városba, hogy a gyerekeknek tudjál valamit nyújtani fellépésben akár, hogy egy kihívás legyen az életükben. Jó, most a járványhelyzete tekintettel ez most szerintem normális is, de ha az előtte lévő évet nézem, akkor is ugye nagyon sok olyan rendezvényünk szűnt meg a városba, amit nagyon szerettünk, amin ugyanúgy részt vehettek, több művészeti csoportok felléphettek. Volt az a városnak egy élete. A 2027-ig tartott ciklusban a kormány 1700 milliárd forintot biztosít a magyar települések fejlesztésére.